Hát eljött ez a pillanat is. Az utolsó része az évadnak. Érdekes állapot most ez, mert még én magam sem tudom, hogy ki fogja megnyerni a versenyt az epizód végén. Jó látni, hogy mindenkinek elindult a szekér, de közben együtt maradtak és inspirálják, támogatják egymást. Yeti kiesése óta 4 hónap telt el, de a srácok nyáron sem pihentek. A bombtól függetlenül folytatták a zenélést, a stúdiózást és a fellépéseket. Sok minden történt velem a nyáron. Bekerültem a Radnóti Színházhoz 2 előadásba. Benne leszek ebben az évadban. Kiesés után egy picit megrottyantam, úgyhogy ez azért rosszul érintett. Szerencsére 1-2 héten belül ezt a legyőzöttség érzetet, vagy ezt a csalódottság érzetet át tudtam fordítani kreatív energiába. Rengeteg kapcsolatot és barátságot köszönhetek ennek a versenynek, és sokat tanultam magamról. Fölkerestem Bongort, hogy nincs kedve mixmasterelni az albumomat. Szerintem mire ezt látjátok, már kint is lesz. Ha minden jól megy, akkor még Naftával is lesz rajta egy feat. Keressetek rá, Yeti. Mi a faszom van veletek, vágod itt a képregény, amit én mutatok neked, itt meg eldobod a fejed, én meg csak vágod a csávok között állok és refelek. Eldobod az agyat, kicsit kifár itt a flow. Mi a faszom van veled, a faszopó, naplopó. Hogyha mennék, vagy jönnék, vagy közben csak egy terv kell nekem, vágod itt az egészet, elveszem. Hogyha jövök, jön be, itt a ferdeszem. Itt a csávok, most vágod a pörget és felteszem. Na gyere, open mic! Készítjük az albumot. Ugye ez jó? Kurva hálás vagyok emiatt a egész verseny miatt, mert egy kibaszott jó úton indított el, és igazából nem voltam akkor sem magam alatt, amikor elsőnek kiestem a gegénél, és utána sem, miután magából a versenyből. Mert én azt tudom mondani, hogy igazából csak megerősített. És egy nagyon jó visszajelzés volt, hogy megéri ezekért az álmokért úgymond dolgozni, és megéri csinálni, megéri zenélni. Hát igen, annyi kollab született a nyáron, hogy alig győzöm felsorolni. B és Opposite társultak néhány számra, hogy Szúnyogtest és Bullet is. Ízé és Nafta konkrétan összeállt egy közös formációba. Alig várom, mi sül ki belőle. Kegyelem a tudatosat, állapototokban nincs a kegyelem. A feledésben merült álmotokat szépen benyelem, ma nem várod el magatok. Hogy lehetne fegyelem, én már saját diplomásomat megettete. Olyan ízé lehet az okokat, te terellem az elmúlt 10 évben. A szóraim a tegerem egy falat 10 évben. Fesúhajtott a kegyelem, tudod így érzem. Unod tudok a fegyelem? Amíg ezek így kiteregedik magukat a tereket, figyeljék a trókkal az életet, vele! Ennyi figyelmet nem kaptam 20 éve, basszágot! Sickboy csinált beatet Ízének, Bulletnek, Gegének és Yetinek is, akinek az új albumának a felvételét és utómunkáit az én stúdiómban csináltuk. De Bergár is benézett 2 új dallal. Nekiugrottam a zenélésnek, és sikerült egyrészt befejeznem az albumomat, mint 8 dal van. Hogy Bongort meg is kértem, hogy nem tud-e nekem kicsit segíteni, és olyan jó fej volt, hogy 2 dalomat nála vettük fel. Ő is maszterelte, és nagyon, nagyon sok tanáccsal ellátott. Készülünk az albummal is, címe ez. Na jó. Sallai új lemezén lesz feat velem, Gegével és Kólival is. És szinte mindannyian felléptek élőben is az elmúlt hónapokban. Mindjárt fellépés, azt mondják, jöttek hype-olni. El szokom csinálni. Első Szúnyogtest fellépés megvolt, caps lock megvolt. Ez a bejáratán mész a kilésre törbe, az öntudatommal egy kicsit bebrr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 
Nem vagyunk a Balatonon, mint a parti gyereke. Szerethető helyeken építünk karriereket. Kuli meghívta a srácait előzenekarnak egy koncertjére, ami elképesztő faszasság. Hogy másik, és ez meg így. Készülünk a döntős produkciónkra. Én produlom az alapját,
Köszi, komoly lesz, nagyon durva lesz, nagyon fog tetszeni mindenkinek, ebben biztos vagyok. Hogyha minden jól megy, akkor meg is nyerjük vele, visszük, amit vinni kell. Igazából erről is fog szólni a produkció. Egy 5 percben, aztán utána még egy 5 percben nyomunk egy feat-et, az még kiderül, hogy kivel. Szeretném, ha szerethetnélek, de addig ti viszi, hol ti szeretetélek. Az USP-vel mindig zenére, eddig így jöttünk is, így jutunk felére. Szeretheted, utáltod, vagy te vagy a másik, és ez megígérsz. Sosem megyek utánatok, nem zavar a pánik. Szevasz király, mi van? Jó voltatok. Zoli meg Lekvár is készül egy közös fellépésre, és nekem is lesz egy bulim Lekvárral. Van nekem egy felfedezettem is, hogy tényleg egy csodát, olyan tehetség, hogy kisül a szemem. Az a nem, hogy Lekvár herceg, de Lekvár herceg egy kiváló tehetség, ott ül. Ott ül, szépen! Ott vele szemben. Lekinek. És! Nagyon hosszú időszaknak az utolsó napja. Hát nagyon-nagyon sok mindent felfedeztem az út során. Megtanultam azt, hogy nem csak magam felé kell nyitottnak lennem, hanem szerintem a külvilág felé is. Én amúgy úgy jöttem, ide mondtam is az elő... Válogatunk, hogy... Ja, nem tudom, hogy ti miért jöttetek én nyerni. És amúgy ezt továbbra is tartom, de hogy nem biztos, hogy csak ez a lényeg ennek az egész dolognak. Szóval, hogy így tényleg így megismertem egy pár arcot, akikkel így végre lehetek saját magam. Szóval, hogy nem kell valami szerepet megjátszanom. És ez a real hip-hop érzés az, amikor tényleg ilyen gátlástalanul bele tudsz menni, mert nem kell más csinálnod, nem kell senkinek megfelelned. Mindenkinek kurvára szüksége van a zenére. Én ezt vettem észre. Bence testvérem, az Ízé testvérem mondta, győzzön a Jobbik. Nem tudom, mi lesz belőlük, vagy hogy ki meddig jut el, de az biztos, hogy már most született pár valódi dolog ebben a közösségben. A legnagyobb feladat azonban még a döntősök előtt van. Életükben először fognak teltházas koncertet adni az akváriumban a saját számaikkal. Mi igyekszünk minden segítséget megadni nekik, de a végén nem lesz más, csak ők, a mikrofon, meg az előttük álló 600 ember. Biztos, hogy le fogják hozni, de óriási most rajtuk a nyomás. Nagyon szurkolok nekik, és bárki is fog nyerni, büszke vagyok ezekre a srácokra. Jó arcok, mindegy szálig. Megértek sok dolgot, megértek sok gondot, megértem sok frontot is, lenéztem sok tornyot. Nem kérek jobbat se, de ha lehet rosszat se. Az egész világot egy robot forint virágot, a világot kiválasztanak, még így jelenel mehet. Ebből kapom, ezért másik irányba fasz, túl azt a világot, cipulnak a katal. A végén van két kör, amikor már nincs, nincs szöveg, nem csak a beat. Hogy oda szerintem ki lehetne próbálni ezt, hogy ott lehetne ilyen skandálás, hogyha karúszó kell, akkor szarúszó vagy, ha karúszó kell, akkor szarúszó vagy. De amúgy nyomd vele, szerintem te is minél többet. Mármint főleg a végén, ott leginkább együtt legyetek, ott legyetek mindketten. Ki ülj a Ez lesz a top, és kell még egy mikrofon a fanének. Köszönjük szépen a munkátokat. Nagyon szívesen, kicsim. Juhuuu! Elzsöttem!
most készülünk nyerni. Ez az első lépés. Hello. Jó, oké. Okay. Zsolti legyen előlti, meg minél hátrébb, majd hát a dobhelyén. Jaj, majd a dobhelyén. Jó, pillanat lehet, még kicsit állítom kellett. Teniszütő, teniszütő, teniszütő. Megölelzni. Meg, persze, hogy ne. Kérték tőled? Akkor még egyszer, hogy mi van? Tehát van egy olyan zenéjük, amiben van feat, a három MC-s, ami annyi, hogy egy darab MC-vel bővülnek ki, és azt nézik először, ahol van egy vendég MC is velük, jó? Teszt, 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 tesztelés, tesztelős, teszteljük, teszteljük, itt vagyok, köszi. Te egy kicsit kell meg. Jó, jó, már adnak. Nézd, mindig a vencet. Ja, jó, rendben. Majd amikor, amikor próbálunk rá, mert úgyis az de addig ne nézzük meg, én vagyok ilyen izé, majd én, nem vagy majd. Izé, nyomjuk be, nyomjuk el egyszer. Hát csak a nafta meg benn van, meg házigaz. Jó, hát akkor most. Na, oké. Ja, annyi, annyi meglátásom van az egésszel kapcsolatban, hogy egyrészt amikor a verzéd van, bárki is legyen, aki a verzét nyomja, az menjen előre, szerintem próbáljon meg érvényes középen, a centrumban lenni, és szerintem amivel mi meg tudjuk segíteni azt, aki épp a verzét nyomja, hogyha neki adjuk az energiát befele, és azt dobjátok fel, szól a hip, tehát az ne ennyi a halk, arra készüljetek, hogy az pontosan szól a hip, akkor lesz jó. Én a cipelem, a szívem el. Sokan nem gondolták volna, hogy ez a törpe sokkal viszi. A városom az gitang, a hely az precízió. Vártalak, még nem jött, érdem a kardom jó belőtt. 97 bűnök közt a édes apám elterült. Elherjadok, én elhagyok, még mozunk a szálltó. Szállítomban látok, mint csak látok, vártok is kárjok. Ja, itt a minden, és közben nincsen, semmi ez szinte. Legalább a vége legyen egybe, akkor azt húzzuk össze. Igen, igen, igen. Köszönöm szépen. Még egyszer, még egyszer. Lehet még egyszer? Nem. Kinek? Karma meg a nafta, most levaltjuk a szépen a színpadra. Vagy ról? Együtt menjünk a szerelem szárnyán. Szerelem szárnyán. Indul az utazás, csak erre van. Nyakláncot a Kolostól kaptuk a Kólitól. Ez a szerencse nyaklánca. Éveken keresztül hordta a koncerteket, ránk ruházta kettőnkre, és az elkövetkezendő kb. 15-20 évben cserélgetni fogjuk a nyakláncot zenénként. Ők a Bunkómen és Gyökér, nagyon szeretjük őket. Mi vagyunk a Bunkómen és Gyökér 2. Szíves hagyjátok a versenyzőmet. Köszöntjük a zsűrit, akik a mai este legfontosabb döntéséért felelősek. Eredetileg 4 tagú volt a zsűri, de Ceglédi Szabolcs, az Akvárium Klub és a Bánkító Fesztivál programszervezője. Ma nem lehet itt velünk, viszont egy üzenetet küldött nekünk, amit itt meg tudunk majd nézni. Sziasztok, kedves versenyzők! Szia. Először is szeretnék elnézést kérni, hogy nem takarjátok ott lenni személyesen a döntőn. Mindenkinek nagyon gratulálok még egyszer, hogy idáig eljutottatok, és egyértelműen mindannyian hivatottak vagytok arra, és a tehetségetek megvan ahhoz, hogy egy szuper karrier álljon előttetek. Nagyon nehéz egy nevet választani, és ez egy nagyon szubjektív döntés most már ezen a ponton, mert azt gondolom, hogy
mindannyian megérdemelnétek a fődíjat és a győzelmet. De ha egy nevet kell mondanom, aki előtt én azt gondolom, hogy a belefektetett kemény munkával hatalmas karrier állhat, és a mentora segítségével újabb kapukat tud majd megnyitni. Az én véleményem alapján, vagy nálam a győztes, az a Szúnyogtás. De mindenkinek nagyon sok sikert kívánok. Azért azt el kell mondanunk, és a zsűrinek is mondom, hogy mivel Sasza nincs itt, ezért az ő szavazata, hogy számít-e, azt ti döntitek el. Eredetileg ugye 4 tagú lett volna a zsűri Sasszával, viszont mivel ugye nincs itt velünk, így kap egy helyettesítést. Ez egy teljesen ismeretlen, titkos személy, úgyhogy kérek, hogy fáradj be ide közénk. Mondj egy pár szót, Papesz, hogy hogy érzed magad? Hát én ugye a Sasszának vagyok most itt a hologramja tulajdonképpen. Szavazati jogom elvileg nincs, és szerintem én leszek itt a jó rendőr bácsi, hogyha itt nagyon elfajulnának a kedélyek, akkor majd én így tompítok. Sallai és Szigbolykidi! De durva, hogy itt vagyunk, tesó. Emlékszel, tesó? Miről? The violence that make the teardrops. Emlékszel, a nevedet se tudtam. Stúdióztunk nálam, és ott maradt a Cartier. Emlékszel, kiadatlan toltad, és mondtad, úgyis visszajövök, ezt csinálni kell. Emlékszel, mikor még az okni volt a popfilter? Nyomtunk egy mic checket és a flash az ott vitt el. Ahhoz, hogy utan érjenek, az ott a dopping kell. Mert a klip közben kibaszott minket a Londiner. Emlékszel első szettünkre a Hello Page-be? Te meg az első bulira, az Est Café-be. Emlékszem, az elsőn ott voltak 14-en. A következőn talán már 24-en. Egy saip open alatt találtunk mi családot. Összefújta a szép Pécsén a sok kaládot. A 3 nap stúdió Ermitnél megártott. 3 különböző szoba volt, mi bemájkolt. Mondtam a Krúbinak is, itt leszünk majd egyszer. Most meg 18 évesen válok nagyjá. Visszakeressük, amit az élet elvett. Emlékszel, amikor megborítottuk Akvát? Itt vagytok, Akva! Akva, figyelj! Ha azt mondjuk semmiből, azt mondjátok valamit, mert így csináltunk semmiből! Valami! Semmiből! Valami! Semmiből! Valami! Hey, hey, hey! Cseh, cseh, cseh! Mindig nagyba vagyok, sose adok kicsire. Akva, basz fel a kezedbe, hívunk cigibe. Írogat a barátnőn, de nem vagyok egy ribire. Kérdez, felelek, úgy válaszolok, tesó, mint a Siri-he. Kell nekem a cash vissza, amit másnak kerestem. Kell az idő vissza, amit pazaroltam. Látszódnak a hegek, amit visszájba szereztem. Amerre látom, éppen én csak arra toltam. Hogyha studi volt a nyúnak, azzal szóltam, hogy tegye be a menümet a fogyasztóba. Inkább nem eszek hetekig, hanem lelek flóra. Mint hogy ne egyek, mert nem fakadtam szóra. Régen tágas volt a sulinak a kertje. Ma megfulladozunk egy-egy telt házba. Keresi még egy olyat, aki ilyet verne. Mi meg addig tipegünk itt, egy téged várva. Szép a bánat, de szebb a pálma. Jó a szerénység, de jobban állna. 24 karát benne a pofánkba. Ez 12 barátomnak az álma. Hey, amire nem várnak. Gyere, add ide, te bánat! Add ide, te bánat! Srácok, ez beszarás volt. Köszönjük szépen! Jó, jó, jó! Elég nagy bátorság szerintem egy ilyen lassú beat-tel bekezdeni. Sokkal többet vártam volna mondjuk a Beatwitch-től, tehát talán egy másik alap úgy megoldotta volna jobban, de soha jobb kezdést. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Kékek és zöldek és feketék a szemek, amik visszanéznek rám, amikor az arcomat mosom. Elteltek az évek, máig tartom, hogy a legkirályabb gyerek voltam Győrben alaposan. Ki volt ez tervezve alaposan? Csak a kék könnyek alatt könnyen elmosódnak a sorok. Mindig az első lépéstől fosok, de utána a radar alatt könnyedén elosonok. Bárcsak lenne, aki megérti, hogy mit miért csinálok, hogy nem hajtatom le a fejem, anyakamonátok. De tudok még jól aludni, nem kell a pirulátok. Ehhej, ezen azt hiszem átlátok. Én ezt milliószor láttam, a vadidegen arcok még a fejembe járnak.
Akarod vagy nem, ezek a szemek, amik néznek, a szívedig látna. Az első fizumból egy hangkártyát vettem, a másodikból mikrofon, majd apámmal építettünk stúdiót. Mégis minden estém úri volt, ma lenullázom magamat is, jobb vagyok nálatok, mert én úgy írok, mint aki sose hallott dalokat. Kitapintom, kiszagolom a dallamokat. Egy idegen hang, de okoz majd még bajokat, mert ugyanúgy levetköztet és a szobába csalogat. Tehát lássuk, lássuk, baba, lássuk. Ha minden így marad, nincsen maradásunk. Más-más mocsok, mindenkinek más jut, de én a kulcsukon megyek be, ha nincsen más lyuk. Köszönöm szépen! Az első pár alkalommal volt egy olyan félelmem veled kapcsolatban, hogy ez túl laza. Ez mostanra nekem teljesen megváltozott. Nagyon jó volt a beat választás, és már nem látom azt a laidback szúnyogot, hogy nagyon laidback, hanem már kicsit megjöttél. Szerintem tök érdekes, hogy ezt mondjátok, mert én nagyon laidback szúnyogot láttam, amit nagyon bírok. Én a kezdetektől ezt a laidback energy-t nagyon szerettem. És szerintem nagyon illet hozzád ez a beat, ez a dal. Szerintem nagyon önazonos veled, és erre abszolút rá lehetett csúszni. Én nagyon élveztem végig. Szevasztok! Hey! Mi van, open mic? Jézus úristenem! Oda baszunk, geci! Hé! Hey! Ez itt a bunkomenés gyöké! Jó, műk! Lehet régen benne vagy, de kéne mellé nyitott szem. Komplexus zavar, szólj csatával, kickbox match. Tű alatt a vérbe, később lesznek nyitott szavak. Olvasnak között így, elétárul egy szitkos adat. Drog tanya közben, több érzés a májkomban. Erőt fitogtatsz, látom vasút meg ő távolban. Frekvencia beszél, tiszta mocsok tanterem. Hová mi lépünk oda, egyből már a szarterem. Szennyezett alap, szívből szóló hangok. Úgy kaptok szobra balra, cucctól, mint a harangok. Elterelem, amerre megtehetem, ez két irány. Sokáig szívtatok, mint egy szúnyog, ez már vérhiány. Mi? Ez már vérhiány. Ha el akarsz bújni, a lábúj, a lábúj. Ha el akarsz bújni, a lábúj, a lábúj. El akarsz bújni, a lábúj, a lábúj. Lábúj, a lábúj, a lábúj. Köszönjük szépen! Hát az van, hogy én megint egy fullosan két kiforrott előadót láttam, és teljes koncert élményem volt az alapválasztás. 10/10. Én a kezdetektől fogva megyek a bunkómenés gyökér életérzéssel, és most se kellett csalódnom, és azt fleseltem, hogy milyen jó lenne 16 évesnek lenni, lemenni egy kis klubba ezt meghallgatni, aztán vonatokat teggelni utána. Hát erről már lecsúszták ama. Hey. Te neved a kételj, belőled zuhanó csillagok mutatnak utat. Azonnal fészket rakom, a levedlem végül a tegnapokat. Bennem a hanyatt esett, szorongás foltosz, a talpra esek. Kezem legyen inkább a munkától nemesebb, nem baj a sebb. A tenyerem teremtett alig keresett, ez én kevesebb. Hajd rá, a kaptafa tesz igazá, vagy olyan nagyjá, hogy lapátolhatok még szenet a napnál. A maszkom sem kell már, mert az arcom végre jól áll, meg jó rám fiatalságom meg. Bókás hajnal a kedvencem, szerpentin vezeti szerepeimet. De engem nem, mert tévedtem mit valahol, de valahogy haza nem. Pedig szeretem szeretni szeretteim, szeretem ölelni, szeretem megölni. Személy alatt a félelmeim, kendőzetlen létben a kételjeim alszanak épp. Átveszi helyét a felismerés, hogy az elvárt élethez itt a kapu kevés. Belül keresi helyét a keseredés, formáló anyai gondviselés. Hiánya miatt a gyerek csapom. Nyitom a kapukat és lapokat senki nem vág alám. Marad a puszta kéz, a józan ész, és magam elé hozatom még. Még mielőtt megtalál, mielőtt rám talál. Nyitom a kapukat és lapokat senki nem vág alám. Marad a puszta kéz, a józan ész, és magam elé hozatom még. Még mielőtt megtalál, a csendben szó a cimborám, a festet jó a kis pohár.
nagyon magabiztos vagy a színpadon, nyilvánvalóan. Nagyon hatásos vagy a színpadon. Néha már talán hatásvadász is, de ez valahogy mindig működik. Az egyik számom egy picit sír, azért, mert az elődöntőben nagyon elképzeltem, hogyha majd itt leszünk a döntőben, akkor a Lekvár az így leszakítja a házat, és nagyon bevonja a közönséget, bár és ezt a labdát bele, nem ütötted le még egyelőre. Nagyon erős döntőnek nézünk elébe, hogy mindenki hihetetlenül önazonos. Ez a szám, ez annyira Lekvár Herceg volt, és a vadászkürt az meg óriás megfejtés volt a végére. A színpadon ismét Sallai és Szigboly Kidi, közreműködőjük pedig nem más, mint... Franco! Nézzek a napfintetőn keresztül, ha este van. A marokkói modellemmel teréktájon egybe van. Vestem a színvonalat, szintelen a temperat. Kenderba kíséri végig, az utam nem elme baj. Sallai Szigboly, basszatok a magnóra. Olyról tárváltó spot is a főflankóra. Brut még minimál, a zenyém meg már Bruce licitál, túl viszki csinál. Big City Life, full key original, full kész kicsi lány. Okay, az enyém meg már a figyel, yeah. Megint olyan gyújtott, hogy bocsi, én vagyok. És csak következő még nagyobb szép csajok. Tudod, a sztori vége mindig az, hogy én baszom. Ez az, amikor 4 gigre van 2 napon. És ezek után már leszarom, hogy ki mit tol. Hamu image, mély spanok, habigász, pisztoly. Jobb, ha elbújtok, mert elindul a search and destroy. Tesó, Franco, Sallai, Szigboly, BOW! Mi a pálya, akvárium? Hogyha bárkinek nem tűnt volna még fel, kurva jó rappeltek. És tényleg, nagyon faszak. Köszönjük. És köszönjük, nagyon szépen megjöttek az energiáitok is, tényleg. Szerintem az egyik legjobb dolog volt, hogy így a bobon keresztül így összeálltatok. Mert mind a kettőtöknek ez nagyon-nagyon jót tett. Megint a szoba sarka, megint a pálya széle. Dalokat írok, magamba beszélek. A szemem előtt színpad, és lefolyik a sminket. A bócok, a zenészek, igazi színészek. És lehet ez Isten kell, ha szeret, akkor még rak rám. Hey. A véremben az X-vegyszer, de pazarolni miért hagynám? Hey, hey! De nem Isten, hanem kitartás meg ész kell. Nem elég a pénz meg a székszár. A túl nagy tüzet raksz, túl gyorsan ékszel. Hidd el, végig néztem, elégszel. Nem mással foglalkozik, te vagy a lényeg. És ne add fel, mert ez nem feladat, ez az élet. Szóval nem fontos, hogy ő trendibb vagy ő rajabb. Ne magad légy a világ ellen, inkább légy önmagad. Bár csak két életem lenne, de a fele lehet. Akarok egészséget is, meg feleseket. Akarok feleséget, de mindig csak fenekeket. Gegein tyúkokat, lovakat, meg teheneket. Hogyha fél életed lenne, mire használnád fel? Ezer állom, csak ne kopjon a párnád el. Félváról zümbögnek itt szúnyog, tesóm, én máshogy megvárnám el. Azt mondom, hogy várj, várj, várj. Én ezt soha nem akartam, hogy lásd. Mindig kitaláltam, és mindig teleírtam, aztán rákattintottam a zárt. Várj, várj, várj. Talán tényleg ideje van, hogy halljad. A csillagokat szórom, az ezer éves sólyom, és a gépben a régi olaj van. Na jó, de várj, várj, várj. Szóval, hogy ez geci jó volt. Tényleg. Azt tanácsolom, hogy most szépen, ha végeztél, beszéld meg a srácokkal, alakuljatok meg, mert kész a Szúnyog Univerzum. Nekem ez megint egy ilyen katartikus élmény volt, és az egész atmoszféra, amit megteremtett, meg az élő hangszerek, és gegebb az meg kurva jó látni amúgy, hogy ennyire mögé állt szúnyogtestnek, és így segíted, és majd dumáljátok le, hogy akkor mikor adott kölcsön a zenészeidet. Zöld lampa megadva érkezz a körünkbe, füstölnek a panelok, nem köhögnek. Elnavigálunk, alig állunk, ösztönbe hozzuk majd a brigádot. A piros lámpa tiltó, ismeretlen szinkót sárgának láttam, esküszöm így volt. Sipott a bíró, a védelem így szólt. Szürke a helyzetben, ahol nem tudsz tájékozódni, valaki rám büszke.
A tervem nem ment füstbe, a pánik le lett küzdve. Kezemben nem ment tüske, gondolatod, érzések tükre. Kívánjuk minden fúdoklónak, mély levegő helyen kopottyúkat. Kapálos addig, míg vízbe fulladsz. A karuszok kell, akkor szaruszóban. Kívánjuk minden fúdoklónak, mély levegő helyen kopottyúkat. Kapálos addig, míg vízbe fulladsz. A karuszok kell, akkor szaruszóban. Találtam fehéret, találtam feketét. Megtaláltam pár tagot, nem fordítottam fenekét. Az egész világot egy dobozból épp kirágott. A kilátóból kilátott, imádott, aztán kivágott. Csípem a vakert, ami így nem erőltetett. Erről tehet, aki ígyen elől mehet. Efelől kapom, ezért másik irány apasz. Hullasz le a világról, cipőn talpakat ragasz. Kívánjuk minden fúdoklónak, mély levegő helyett kopottyúkat. Kapálósz addig, míg vízbe fulladsz. Karuszok kell, szaruszó vagy. Szaruszó vagy. Karuszó kell, akkor szaruszó vagy. A karuszó kell, hát szaruszó vagy. A karuszó kell, akkor szaruszó vagy. Szarúszók vagytok. Köszönjük szépen, csak a karuszok kell. Jó. Nem hallom még egyszer! Az élő zene az kurva jót tesz élőben a hip-hop produkciónak, és ez nálatok is így igaz, és nagyon jó a ti esetetekben látni, hogy van ez a stíló, ez a leszaromság, meg ez a lezserség, és közben mégis azt látni, hogy komolyan veszitek magatokat. Mindig ilyen fura dolgokat csináltok. Ez is olyan tök fura volt, de hogy így jó értelemben, de semmi köze nem volt ahhoz, amit eddig láttunk belőletek. Ez itt, amit most látunk, ez biztos, hogy nem tudtuk volna elképzelni pár hónapja, amikor először láttunk titeket. És ezt a lehetőleg pozitívabban mondom. A szöveg az zseni. Mi a pálya az árok szélén, némi kézen állva. Méltatlankodom a tiét nem látva. Minden a tiéd meg az ő hibája. Mert csapogok, anyatlok én. Az a bolyongó alak az én. Hamarabb szabadulsz oda bentő. Ha nem szorongatár ugyan mi? Egyedül veletem vágom, mi az ábra. Itt nem ugat nekem velem senki a bofámba. Elmulatom egyedül, hogy mindenki a picsába menjen. Aki több szerepben van jelen bárhol és el is jár a szárja. Az ilyeneket kineveli ide a világa. Hey, miért kell paszkodó? Ott pont ez arató. Csak a pénz van a kirakatban. És Gangsta Dög légy Zolinak! Veled van az az érzésem, hogy már kész voltál akkor, amikor jöttél a selejtezőre, és nagyon jól jártál Zolival. Mindig azon gondolkozom veled kapcsolatban, hogy az látható, hogy nagyon érzed, hogy mi kell az embereknek, hogy mitől kapod meg azt az ovációt, amit vársz a színpadon, de mégis mindig van benne egy saját rész, egy őszinte elem. Még hogyha nem mindig tűnik úgy, hogy ez egész az is. Rohadt jó volt a dal, tök jó volt az ének. Nagyon jó volt a dob is. Tök jó volt. Köszi szépen. Ma egyébként a feat-ekkel, meg a közreműködőkkel mindenkinek teli találata volt. Téged is, Fannisza és Zoli is nagyon jól kísért. Jól lát az élő dob, jól lát ez a kicsit rokkosabb felfogás. Mondtad, hogy jársz amúgy énekórára is, meg így tökre azt látom, hogy elhivatott vagy, és hogy fejlesztesz, szóval nem fogsz ezzel megelégedni, és biztos vagyok benne, hogy egyre jobb és jobb dalaid lesznek, végsőség. És egyre nagyobb közönséged, úgyhogy gratulálok. Köszi. Köszönöm szépen. Most pedig a zsűri visszavonul, hogy meghozza a döntést, hogy ki nyeri meg a mai versenyt. Mostani döntésünknek nincs akkora súlya, mint az előzőeknek, mert ez egy utalomjáték volt mindenkinek, és igazából most a döntés én következményét láttuk.
Igen, igen. Én is azt gondolom, hogy a mostani ez egy azért könnyebb döntés, mert kb. Bármelyiküknek jó szívvel odaadnám. Hogyha mondjuk mi most te... kizárjuk az egész versenyt, és csak a mai napot nézzük, akkor kinek jött? Kinek Salai. Ki a nyertes? Szigolyként. Salai és Szigolyként. Nekem ők voltak a legnagyobb meglepetés. Szerintem, amit ma csináltak, az, olyat az, még itt eddig nem láttunk. Nekem az rendesen meglepő volt, hogy úgy álltak ott a Frankó mellett, hogy tökre Pariban. Volt ott igen. Keresni valójuk. Nekem ez... a szúnyogam úgy ettől függetlenül a mai nap meglepetése. Tényleg? Főleg a második találban. Ott éreztem azt, hogy a srác megtalálta magát. Tehát, hogy az a közel, mert az univerzum ott teljesedett ki. Ki tudna élni a legjobban a nyereményt. A Lekváron érzem azt, hogy így nem tudom, megnyugtatóan tudna élni, vagy most van annyira elhivatott, hogy jól fel tudja használni ezt a nyereményt, és hogy meg is érdemli nagyon. Az más dolog, hogy azért elbizonytalanodtam az este folyamán, mert tényleg nagyon kiugró produkciók is voltak. Azért bizonytalanodtál, mert a többiek utolérték. Hát igen. Tehát, hogy a Lekvár eddig hozta ezt a szintet, és tök biztos volt szinte mindenkiben, hogy ezt tudja a Lekvár nyeri meg, és ott a többiek olyat húztak, amire szerintem senki nem számított, hogy ennyire beérték. Magam ellen beszélek, mert én amúgy kb. Úgy jöttem ide, hogy valószínűleg Lekvárra fogok szavazni. De szerintem ő nem tudna igazán élni a nyereményével. Szerintem a Lekvár ebből már most kihozott mindent. Tehát, hogy ő felépített lényegében egy rajongóbázist, kialakította már a brandjét, azt így berúgta. Van egy olyan színvonalú produkciója, amit tök stabilan bármikor le tud hozni. Kurvára magabiztos, tök profi. Ahogyha most random mondanom kéne, akkor Salai Skidi Boy vagy szúnyogtes valamiért, ez az ilyen első ösztöni cuccom, de az lehet, hogy csak azért van, mert Lekvár hercegnél néha a zene nekem nem elég modern, vagy nem elég a felfogás, és ez és közben meg a csávónak az attitűdje meg kiemelkedő. Viszont az van, amit a zenékről mond, hogy ha kap egy olyan guidance-t, akkor lehet, hogy tök jó irányba tudná az ő forró fejűségét irányítani. De szerintem ő nem hagyja magát irányítani. Hát én rajta azt látom, hogy annyira tökre fixen megvan, nem fogja kipróbálni magát egy másik producerrel, nem fogja meghallgatni mindent, de valószínűleg nem fog igazán meríteni azokból, mondjuk a szakmai tanácsokból. Ebben nem vagyok biztos. Hát nyilván én sem vagyok biztos, nekem ez a megérzésem abból, amit látok belőle. Én azon gondolkodom most, hogyha mondjuk mindenki most holnap kiadna egy albumot, akkor melyiket, vagy melyikeket pörgetném. Vagy melyiket pörgetni a közönség? Én pörgetném a Szunyogét. Tehát amit most a Gyögyév, azt a formációt, én azt hallgat, nem non-stop. Szunyogét is pörgetem, Salait is, Stambunkóban. Salait a Szoszó, a Lekvár nem az én stílusom, de viszont tudom, hogy őt meg a közönség zavarná nagyon. Tehát én látom azt a közeget, ahol a Lekvár így új generációsként így egyszerűen be tudod jutni. Nyilván a Salait azok az van, hogy ők ugye nem tudtak igazából ilyen rajongótábort építeni, nincs meg az a nem tudom, megosztó tulajdonságuk, ami miatt mondjuk őket felkapják a kommentelők. De az összképet nézve, akkor Lekvár és Szúnyogtes között igen. Vagyunk. Igen. Az első műsorban azt mondtam, hogy milyen tök jó, hogy ennyi jó produkció van, mert hogy itt lesz mivel dolgozni. Most nagyon szomorú vagyok emiatt, mert borzasztó nehéz volt egyébként meghozunk a döntést, de rohadt jó volt látni azt, hogy milyen társaság alakult ki, hogy már most feedek jönnek ki, hogy tök jól elindult ez az egész. Az biztos, hogy a mai este az mindenkinek egy jutalomjáték volt. Viszont nyilván kellett hozni döntést. Kicsit megnyugodtunk mindenkivel kapcsolatban így a mai teljesítményt látva, hogy jól döntöttünk, hogy titeket hoztunk. És innentől kezdve indul az igazi játék, hogy ki mit tud kezdeni ezzel a figyelemmel, ki mit tud kezdeni ezzel a momentummal, és akár ki is lesz a győztes, ez már nem számít, már nyertetek. Gratulálom mindenkinek. Mindenkire nagyon büszkék vagyunk, akik itt állnak a színpadon. Mindenki felnőtt a feladathoz. Nagyon hálás vagyok azért,
hogy ez a közösség kialakult, és ennek a része lehetek, és most indult ez a tehetségkutató is, itt van 700 ember is, itt vagytok, és követitek, és nagyon várjuk, hogy legyen következő évad, és ne is húzzuk tovább az időt. Akkor számoljuk vissza együtt, jó? Mindenki rakja fel a kezét, három. Kettő. Egy. Lekvár Hetszel! Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nektek kurvára nem okozok csalódást a jövőben, ebben biztosak lehettek. Nagyon szépen köszönjük, kurvára sikolt a srácoknak! Szúnyogtek! Szikbaj Kidi és Sallai! És Pukomen és Gyökér! Csók a családnak, minden tagjára! Mi a faszom ez a nyomott hangulat? Lekvár! 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 Mi vagyunk a kibaszott új vonal, bazd meg! Új vonal! We'll be right back.